Ismertek, itt van egy kedves barátok, és segítséget kérdezem, szóval magatok. Én Szilárd vagyok. Én meg László. Vezetékelnöki szabad kérdés. Végvári László. Én meg László Katalin vagyok. Szóval mi volt a kívánságot, hogy két kedves ismerősnek, hogy segítsen, légy szíves nekik megoldani a problémáinkat, amik elég fáj. Hátok, várunk, mondják el ezt. Igen, hát a karácsonyi forgalom után vagyunk, és rengetegre kezdtem el, és már teljesen beállt a derekam, meg a hátam. Hát gyakorlatilag a megerőltetéstől. Előre van a vált, mert hozzá kimerkedés, ugye, mert kényen is így. Hát ez a pont, ugye, ez fáj, igaz? Így a környéken. Így erre vissza légy szíves, ne simvízzél már. Te képj a külön segítség. Így van, így van, így van. Jó, akkor segítséget kérek, mert fogod a kabátom. Jó, természetes. Elnézést, hogy csak egy olyan úton vagyunk, de hát most így sem mondok. A mentő óta, úgyhogy ez most jelent. Köszönöm neked ezt a telefon, mert hátra úgy van, hogy kell. Ezt a kabátot egy másodpercre veszünk, jól se veszünk és hatékonyak, jó? Jó, és nyugodtan legyen benne mindenki. Itt van egy fokos kubjogó, és nem tudod, hogy nem maga a fájlom. Körülbelül, igen. Igen, igen. Meg itt, ahogy, hát ugye, tettel az emelésre. Lehúzom a szemedet. Nekem kell majd fizetni, csak mondom. Persze, de gyere ide, Krisztián, légy szíves, nem most kell segíteni, nem tudom, hogy a barátom. Csak nekem kell fizetni majd, a barátom. Mindjárt csinálj, de nem vagyok majd. Nem vagyok, hogy csak azt mondom, hogy azt mondom, hogy sok ember fogja látni. Hát drágám, összetesz a két kezét így, azért kell, hogy figyelj rám, mert esik az eső. Nem olyan fontos, hogy most magának mutatok. Összeteszem a kezemet, egyenesen állok, nincs vicc, nincs mosolyt. Nyitva van a szem, akkor azt mondom, most, akkor hangosan igen. Lehetszik, hogy minden szemben is kifül a szemben. Nem, éppen hunnak és bokkolok, mert feszedek. Lassan, most! Kifújjam a levegőt. Jó, inkább próbálj. Nyitva a szem, most. Oké, és lazán. Még egyszer? Hadd is csinálom a kis most. Most. Lazán, most. Jó, nyitva a szem, tőle. Megáll egyenesen terveszállás, leengedj a kezét. Lehúnyja a szemét, leengedj. Áthajtja a fejét a vállam vissza. Hozzám el. Most nem tudom, helyére tudom, hogy nem volt kellemes, jó? Megáll egyenesen, kifúj a levegőt, menjük szét. Visszamegy a helyére. Kifúj a levegőt, menjük szét. Igen, nem? Igen vagy nem? Válaszolom, kérem. Igen. Megáll egyenesen. Kérem, hallgasson el, jó? Két-három fokos eltérésre van. Ez nem tudok egyenesen állni, mint most így 10 ki van torva. Jó, kérek egy kartát, hogy elő. Össze akkor rátakva még egyszer, neked is fogja elő. Nem azért van, mert kell a segítség.
csak itt látszik az elkerítésről. Megállt, itt van a szemek. Mondom, most voltam, hogy elazítva. Nem feszítesz. Ja. Lasszt. Húz, kifúz. Oké? Most itt van a szemek, nem azt sem tudom. Itt van a szemek. Húz, kifúz. Most? Kérlek, segítség. Igen. Ez. Mind a kettő szokott, úgyhogy ebben nincs baj. Komolyan figyelsz. Igen. Itt van szám. Itt van? Igen. Munzki fix most. Itt van szám. Munzki fix. Nem. Itt van a szem lassan. Itt van a szem. Itt van. Munzki fix. Itt van a szem. Itt van a szem. Igen. Igen. Itt van a szem. Itt van. A szem, hogy húnsz, akkor húnsz, és lássam. Itt van a szem. Igen vagy nem? Igen. Itt van. Húnsz, kifogsz. Most ott a helyre. Ennyire a kezedet. Tarkorá. Itt van a szem, nem feszít, lazán. Na, ilyen merev vagyok. Nem, Jaj, Franko! Ennyi a történet! De kurva jó! Itt van ki. De jó. Itt az a közöttet. Na milyen közöttet? Három, itt a három kiósa. Azért el. Holnaptól te szeret a szemet. Jó. Fejközés bízom bennem, csak hazán. A kacsos, azt bánítom, hogy nincs a hén. Azt mondja, ide hozzám most. De jó. Au! Majd ha én is sírok. Én is beszarva vagyok, de azt tudjuk, hogy miért csináltam. Férfinál. Az fáj. Akkor én varázsló leszek. De jó. Nem idő, a kezét is munkáljon rá. De Attila is szokott zsibadni a kezdet. Most már nem fog szokni, nem volt a vénye persze. De jó. Az ilyen. Na, mert lehet, hogy ilyen kasszal. Nincs kasszal, nincs kasszal. Szárad vízen, de látja. Akkor kabátomat kérem, mert hogy a Krisztián a magyar hentes az én ruha felelősöm volt most. Majd utána a rugdosnak, azt már nem látjátok a kamerán gyerekek. Köszönjük szépen. Köszönjük. Akkor egyszerre búcsúzzunk el. Jó? Hát akkor boldog karácsony mindenkinek, és jó egészséget kívánok. Áldott ünnepet! Sziasztok! Köszönöm a figyelmet! Köszönjük! Köszönjük!